teltházas előadással vette kezdetét az Országos Könyvtári Napok Kalocsán. A Halomi Högy Alján címet viselő éneklős, szereplős mesefoglalkozásra a könyvtár kamara termébe várták a város óvodásait. Hogy ennek a Bálint gazdának volt egy házsártos felesége is. Hanem házsártos volt ugyan, de a cifra ruhát igen, igen szerette. Na ki lesz az a gyök? Na gyere te házsártos feleség! Gyere! Nem voltam nagyon pletykás őse, de ezt a történetet ő mondta el nekem. Na gyere te házsártos feleség! Az Országos Könyvtári Napok alkalmával kaptam most már sokat szorra a meghívást, és a Halomi Högy Aljában népmesét fogom elmesélni, ami több népmeséből történt összeállítás, mivel tegnap ünnepeltük szeptember 30-án a Magyar Népmese napját, így ehhez kapcsolódva mesélem ezt a mesét. A magyar népmesék mindig tele vannak furfanggal, fordulattal. A most bemutatott mese az őszhöz igazodott. Az őszi munkákhoz kapcsolódva egy szürethez kapcsolódó népmesét dolgoztam föl, kicsit alakítottam át, hogy interaktívvá tegyem a gyerekek számára. Így a kicsik aktívan be tudtak kapcsolódni a mesébe. Nagyon sokszor mesélek ezzel a módszerrel, a gyerekek nagyon szeretnek részt venni aktívan a mesében, és így az élmény, amit ad nekik, sokkal jobban rögzül. Aki lemaradt a hétfői programról, az október 5-én szombaton 10 órától szintén az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretein belül mese délelőtre viheti a gyermekét a gyerekkönyvtárba. Ott Bernész Szalkai Szilvia könyvtáros tart foglalkozást a kicsiknek.